Gyerünk! Minden zombit megalak! Nem Elment az áram! Hú, még jó, hogy van születmentes tápam! Gyerünk! Na jó! Legrosszabb kor. A legrosszabb Mindig a legrosszabbkor. Persze, hogy a legrosszabbkor megy az áram. Pont egy zombi-apokaliptikus játék kellős közepén. Na de hát így legalább egy kicsit autentikusabb lesz a játék. De hogy a viccet félretegyük, pont volt nálunk egy fél óra háromszünet, és az adta az ikletet, hogy kéne róla csinálni egy videót, mert vannak azért hasznos tanácsok és tudnivalók erre az esetre tételezzük fel, hogy hosszabb időre megy el az áram. Jó, hát ha rövidebb időre megy el az áram, ami jellemző, akkor is érdemes pár dolgot azért megfogadni. Az első és a legfontosabb, egyáltalán máshol sincs áram, vagy csak nálunk várt el a biztosítékot? Hú. Hát nem. És a főkapcsoló is fel van kapcsolva. Itt minden jó. Hmm. Kérdezzük meg a szomszédokat. Béla, ott sincs áram? Nincs? A fenébe. Na jó, akkor mi legyen. A kazánban meg ég a tűz. Ugye az a baj, hogyha megáll a keringető szivattyú, és nem forgatja a meleg vizet, akkor csak melegszik, melegszik a tűz, az nem alszik el magától, és felforra a kazán. Úgyhogy gyerünk gyorsan, nézzük meg mi a helyzet. Jó ja, persze, be a tüzet. Akkor jó van, már kezdtem megijedni. Persze, ha égne a tűz, akkor se egy ilyen oltóval ugorjatok neki, valószínűleg nem fog egy könnyen megszaladni, van rajta a biztonsági szelep, illetve lehet, hogy működik gravitációs keringésen a szerkezet, mert ugye ő itt a szivattyú, ami ha nem forgatja a vizet, nincs ami lehűtse a kazánt. De aki fával fűt, nyilván tudja ezt, és tisztában van vele, hogy áramszünet esetén ebből probléma lehet, adott esetben a tűz kioltására is szükség van. Na jó, de nézzük még milyen beszélforrások vannak. Például... Ha éppen nem a géppel játszanék, lehet, hogy flexelnék. Áááá, beverte a biztosítékot. Úgy gondolom, hogy ez az egyik legveszélyesebb része az áramszünetnek, amikor egy gépet úgy hagyunk ott, hogy bekapcsolt állapotban van, és amikor majd visszajön az áram, akkor újra elindul. Persze lehet egy veszélyesebb helyzet is, annál, hogy csak az asztalon van, lehet, hogy valaki kezében van, vagy, nagy Isten, még rosszabb. Ezért mindenképp érdemes arra figyelni, hogy kapcsoljuk ki -e a gépet, amikor elmegy az áram. Az ipari szintű gépeknél van erre érintésvédelmi minősítés, vagyis, hogy biztonságtechnikai, mert ott nem fogja a gépet újra elindítani, van benne egy védelem, ami az újraindulás ellen véd, de ezekben a markácsgépekben általában nincs ilyen. Amúgy is az a legbiztosabb, hogy ezt a gépet ki is húzzuk, és úgy hagyjuk ott, amíg vissza nem jön az áram. elment az áram. Húha, mi legyen. Nem szabad így lerakni a gépet. Ezt megtanultuk. Áramtalanítsuk. Na jó, de ha megtettük ezeket a fontos lépéseket, utána mit tehetünk még? Döljünk hátra és várjuk, hogy visszajön az áram. Hát van egy-két tippem, például, ha bemegyünk az eon a honlapjára, akkor ott megnézhetjük az áramszüneteket. Itt van, hogy áram. Itt van hogy áramszüneti információk, és van itt egy térkép és mondjuk megadjuk, hogy Budapest, akkor Budapesten láthatjuk, hogy vannak sárgával jelzett tervezett áramszünetek, illetve pirossal jelzett üzemzavarok, ahol éppen nincsen, és itt írja egy transformátor és egy ügyfél érintett. Ha nem látjuk itt az áramszünetünket, nem tervezett, Áramszünetről van szó, vagy nem tud még róla, akkor az EON. Ebben az esetben itt vannak megfelelő telefonszámok, ezeken a telefonszámokon lehet telefonálni, itt van Dél-Dunántúli régió, Észak-Dunántúli régió, etc. És akkor lehet értesíteni az áramszolgáltatót, illetve esetleg mi is kaphatunk információt arról. Mi ezzel a gond? Hát az a gond, hogyha nincsen áram, akkor valószínűleg nincsen sem számítógép, sem internet, ha csak nem születmentes tápról üzemeltetitek. Tételezzük fel, hogy erről mi nem tudunk, de azért ti jobb, ha tudtok róla, ha más nem, akkor a okos telefonról is meg lehet ezt akár nézni. Amit ajánlanak az áramszolgáltató honlapján, és teljesen jogos, az az, hogy Próbáljuk meg lekapcsolni a fogyasztóinkat. Tehát mondjuk éppen megy egy lámpa, az nem probléma, mert akkor, ha visszajön az áram, a lámpán látod is, hogy felkapcsol, tehát visszajött az áram, illetve a lámpa nem túl nagy fogyasztó. Viszont képzeljétek el, amikor visszajön az áram, akkor hirtelen mindenki egyszerre akarja a lakását újra feszültség alá helyezni, és olyankor mindig van egy áramcsúcs, ami azt jelenti, hogy ha mennek a fogyasztóid, amik mondjuk nagy teljesítmények, sütő, vasaló, mikrosütő, hajszárító, mosógép, stb. Tehát főleg ezek a nagy berendezések, azok megrántják nagyon a hálózatot, és újabb leverődéshez vezethetnek. Tehát erre kér az áramszolgáltató, hogy húzzuk ki a fogyasztóinkat, kapcsoljuk le a berendezéseinket, már amelyiket. Tudjuk, hogy bekapcsolva volt-e vagy nem, mert nekem például a tegnapi áramszünetem tapasztalata az volt, de jó isten, mik voltak bekapcsolva? Jó, hát azért azt tudtam, hogy a sütő nem, azért azt is tudtam, hogy a tűz nem ég a pincébe. Igazából a lámpák mentek csak itthon, annak a visszakapcsolása pedig nem jelent gondot az áramhálózatnak. Jó, tovább. Nem tudjuk, meddig fog tartani az áramszünet hogyha már mondjuk fél órája nincs áramszínek. Na jó, de akkor mit csináljunk itthon? Telefonozzunk! Mobil internet még van! Oh! de rossz ez az áramszünet. Már fél órája nincs áram. Mindjárt lemerül a telefonom. Na jó, Zölök magamnak egy kávét! Ó, tényleg! Kéne valamit csinálni! Lehet, hogy kéne valamit csinálni! Felkészülni arra, hogyha esetleg nem jön visszatartósan az áramszünet. Hűtőszekrényben megromlik az étel. Próbáljuk meg először azt megenni, ami romlandó nyilván. A fagyasztó ki fog olvadni. Lesz-e vajon ivóvízünk? Az ivóvíz az egy külön hálózatról működik. Nagy valószínűséggel lesz ivóvíz áramszünet hatására, még ha nem mennének a szivattyúk, azért valószínűleg a agregátorról ők beüzemelnék ezek a szivattyúkat a vízműnél, illetve ha víztornyokban van a víz, akkor a gravitáció lehúzza, de mi van, hogyha nem lesz teljesen víz, valamiért úgy megszűnik az áram, hogy képtelenek visszolgáltatást biztosítani, akkor, akkor esetleg megtehetjük, hogy megtöltjük a kádat vízzel. Az a probléma a víz megtöltésével, hogy a legtöbb dugó, amivel a kádat ugye be kell dugni, az egy kicsit azért ereszt. Tipikus probléma. Nagyon lassan, de le fog ereszteni a kád víz. Tehát vagy megcsináljuk rendesen, vagy az a legjobb, hogyha valami egyéb edényben tárolunk vizet. Most mivel valószínűleg nem lesz vízhiány, talán nem kell erre a problémára úgy ráizgulni, illetve valószínűleg itt Magyarországon ezt meg lehet oldani egy csomó alternatív módon, de esetleg amit megtehetünk, ha nagyon aggódunk, hogy mondjuk egy fazék vizet megtörtünk, az igazán nem nagy fáradtság, illetve egy fazik víz, ami mondjuk legyen 10 liter, az azért elég lesz arra, hogy egy, egy napig mondjuk ígyunk belőle, hogy ne legyen víz problémánk. Mire kell még felkészülni? A fűtés. Most éppen nincs olyan hideg, és azért a lakástáról is némi meleget, tehát nem fog hip-hop kihűlni a lakás, ha csak nem mondjuk egy könnyű szerkezetes lakásról van szó. De azért, ha több napig tartó tél esetén fűtés nélkül maradunk, akkor érdemes elgondolkodni a fűtés problémán, de azért általában addig ez a probléma megoldódik, nem nagyon lesz olyan hideg a lakásban, hogy probléma legyen belőle, maximum fázni fogunk, fel kell öltözni. Igazából az elektronos áram legnagyobb haszna az a fény és a világosság volt, amikor feltalálták, és azért lássuk be, mai napig is még ez a legnagyobb előnye. Ö, illetve hát a telekommunikáció, ami nagy problémát jelentett egy ilyen helyzetben, amikor elmegy az áram, és nincs információnk, ne adj Isten, addig nyomkodtuk a mobilt, hogy le is merült, és nem tudjuk tölteni, akkor, ö, akkor igen, igen, komoly, és Nyugtalanító probléma az, hogy nem tudunk semmit. Megszoktuk az információ gyors áramlását, és megszoktuk, hogy csak felmegyünk a netre, és megnézzük, hogy mi a helyzet. Ha ettől elvágják az embert, lehet még rosszabb, mint maga a világosság. Úgyhogy az információ jelenthet egy problémát egy hosszabb áramszünet esetén. Ennek a megoldására. az az igazság, hogy mondanám, hogy föl lehet készülni, de az emberek többsége nem készül föl. És nincs neki mondjuk olyan rádiója, amiben elem van, vagy olyan uh, powerbankja, amivel a telefon tudja történni. Persze sok embernek van powerbankja, csak ott pihen a polcon már három éve, bedugod, alig van rajta töltöttség, vagy nincs is benne töltöttség. Tehát sokszor az ember úgy szembesül vele, hogy hopp, hát, hát ezt nem tartottuk karban, lehet ilyen akár egy elemlámpa is, ami ott van a, a szekrényben három éve, is. tudom, hogy van, meg van is benne csak most bekapcsolom, és két perc után lemerül. Ugye ilyenkor jön az alternatív megoldás. Azért, hogy gyertyáról annyit elmondanék, hogy ugye ez láng, tehát tűz. Mindenki tudja, hogy a tűz rossz és veszélyes, de még ha tudjuk és tudjuk is kezelni, talán egy picit jobban oda kell rá figyelni, mert ebből lehet probléma, hogy nem megfelelően tároljuk, főleg ha úgy hagyjuk éjszakára. Nincs benne rutinunk, hogy gyertyával világítsunk éjszaka. Az, hogy meggyújtunk az asztalon egy gyertyát, itt ez így persze, hogy veszélyes, de elkezdünk járkálni vele a lakásba, megbatlunk, kiborul, na mindegy, nem akarom ragozni, de van benne egy pici rizikó, és erre fel is hívják az emberek figyelmét hogy a tűzből áramszünet esetén lehet tűz. Mármint rossz tűz. Még egy záró gondolatot engedjetek meg nekem minden a tetőről, ugyanis a hátam mögött láthatóak a napelemek, amik végre felkerültek a tetőre, és most már vagy két hónapja üzemelnek, és én titkon bíztam abban, hogy majd egyszer, hogyha áramszünet lesz, és sütni fog a nap, akkor tudnak a nyárba termelni, hogy mondjuk a lakás kicsebb fogyasztóit ellássák, és nem maradjak teljesen áram nélkül. Sajnos ez nem így működik. Az inverternek szükség van hálózati feszültségre ahhoz, hogy működjön. Hát ennek a hiányában nem működik az inverter, ezáltal a napelemek által megtermelt áram sem hasznosul és kerül rá a lakásnak a konnektoraira. Úgyhogy ez maximum akkor tud működni, hogyha akkumulátorunk van, és az akkumulátorban ő tárol el annyi energiát, amiből utána a lakásra termel. Az én viszont sajnos nem ilyen, nekem nincs akkumulátorom. Remélem, jó szórakoztatok, esetleg valami hasznosat is mondtam. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Sziasztok!